szerintem az ember azt tudja a vászorra is fölteni, amilyen a lelke belül. Én pedig nagyon nagy rajongói vagyok a színeknek, főleg az erős színeknek. Az általános iskolában, amikor a rajzórákon láthattunk festőmestereket, végig volt vonultatva előttünk mindenki, és nekem valahogy Picasso ragadt meg a szemem. Nagyon-nagyon megtetszett, hogy mindenféle szabály föl van rúgva, ez a más megfogalmazása, más visszavetítése azoknak a dolgoknak, amit az ember lát a természetben, nagyon-nagyon megtetszett nekem. Albert László végül a festészeti pálya mellett döntött. Szinte minden idejét festéssel vagy a művészettörténet tanulmányozásával tölti. Képeit sikeresen értékesíti külföldön is. Van itt egy részlet, amit én már láttam egy festményeden feltűnni. Igen, ez egy El Greco portré, amit Picasso dolgozott föl. Nagyon szeretem Picasso-nak a feldolgozását, kompozícióját és motívumét. Annyira tetszik ez a formavilág, amit ő képvisel, hogy mindenképp szeretném, hogy az én vásznaimon is legyenek fenn. A művész 2010 környékén költözött Franciaországba. Barátja egy generál kivitelező festőművésznél dolgozott, ahol később Albert László is munkát vállalt. Ekkor kezdte el felépíteni saját alkotói pályáját. Igazából azt tudtam, hogy nagyon meg kell tapasztalnom a festészetnek a mélységeit, meg olyan érzéseket, impulzusokat magamba venni, mert nem csak az az önfelett boldogság. Ez nekem az volt, hogy kint igazából építkezéseken dolgoztunk így az elején, mikor még nem tudtam franciául. Aztán utána segítettek eljutni festőművészekhez, ővelük tudtuk így online, meg fizikailag tudtunk találkozni, megfigyelhessem őket munka közben. Nagyon jó volt hétvégente Saint-Tropez-ba, Cannes-ba, a Mondelieu-be, Dél-Franciaországba járni a festőművészeket megfigyelni. Ebben a festményben a női szépséget szeretném kifejezni. Mindenképp van belőle Picasso-ból, van benne konstruktivizmus, több festészeti stílus, és a végén pedig ebből készül egy olyan kompozíció, ami a saját magamévá tudom itt tenni. Régen azért egy festő évekig el tudott bújni egy műterembe, nem volt semmilyen impulzus, és ott csinálta a képeit, mikor előjött egy kiállítás anyaggal. Most befotózod, és azonnal a világ egyik végéből a másikba el tudod küldeni. Mindenki hozzá tud szólni, nem tudod, hogy ki szól hozzá. Vannak, amikor betrollkodnak rá, és egy érzékenyebb festő lelket nagyon rossz irányba is el tud vinni az a sok információ áradat, amit visszakap a képei feltöltése által. Az ember identitására jobban kell odafigyelni és vigyázni, amikor föltölt egy festményt és így a külvilág elé tárja. Albert László jelenleg egy jótékonysági aukción szerepel képével a Zürichben található Art & Business galériában. A Béke kezdete című festménybevételének felét az ukrán menekültek megsegítéséért ajánlják fel.